mai délután talán kicsit eltérő lesz a többi délutántól. Ifjúsági délutánunk van, az azt jelenti, hogy több éneket fogunk énekelni fiatalosabban, vagy fiatalosabb énekeket fogunk énekelni. Így három énekkel hadd kezdjük meg a mai alkalmat, és hadd dicsőítsük a jó Istent, és hiszem, hogy így is megdicsőlünk közöttünk. Az első énekünk Te vagy az Isten, Te vagy az Úr, Te vagy az első, az utolsó. Ezt az éneket a férfi testvér fiúk fogják kezdeni, és a lányok pedig a nőtestvérekkel válaszolnak rá. Oh,
dicseretéket, Istenem, úgy szerettem azt, hogy legyenek kedvesek előtt az Uram, kérlek arra, hogy legyen üzenete számunkra a mai délutánról. Amen. A délutáni igényt az Eszter könyvének 5. fejezetében találjuk meg, az első verssel kezdve a 14. verset is felolvassuk. A megnevezett helyen tehát Eszter könyvéből, annak 5. részéből, az 5. fejezet első versével kezdve így hangzik Isten igéje. Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyosan, és megállt a király házának belső udvarában, a király háza ellenében, és a király ül a király székében, a királyi házban, a ház ajtajának átellenében. És külön, amint meglátta a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talál a szemei előtt, és kinyújta a király Eszter az aranypálcát, amely kezében vala, és akkor odaméne Eszter, és megilleti az aranypálca végét. És mondané ki a király, mi kell neked Eszter királynő, és mi a kérésed? Ha az ország fele is, megadatik neked. Yeah.
kicsi gyermekként arról álmodoztam, hogy ha felnövök, akkor politikus leszek. És én akkor úgy látom, hogy a politikusok azok a személyek, akik igazságot tesznek az országban, és én ilyen személy akartam lenni. Aztán voltak más álmaim és vágyaim, de gondolom valamennyinknek vannak álmai. Esetleg az, hogy a kedvesünkkel töltsünk egy estét, vagy szőlőt tegyünk, szőlő szemeket eszegessünk, vagy esetleg menjünk ki és kiránduljunk egyet, tegyünk egy karib-tengeri kirándulást, viszont valahogy azt látom, hogy olvasom az igét, hogy a bibliai szereplőknek is vannak álmaik. Viszont nem olyan álmokról beszélünk most, hogy betöltsenek egy bizonyos funkciót, hanem lelki álmokról, hogyha lehet így nevezni. És most gondolok konkrétan a Dávid Zsoltáraira, amikor kifejezi azt, hogy mennyire vágyik az Úr jelenlétébe. Vagy fogjuk is énekelni az egyik énekben. Vagy gondoltunk Illésre is, aki kétségbeesésében kimondja azt, hogy Atyám, inkább halljak meg, csak legyek veled, legyek a te jelenlétedben. Legyek veled. Vagy gondolhatunk Pál apostolra is, amikor azt mondja, hogy futásomat elvégeztem, és végezetül eltéthetett nékem a korona. Viszont nem is muszáj ennyire visszamenjünk az időben. Elég, hogyha csak körbenézünk, és látjuk azokat a testvérnőket, akik, vagy férfi apákat, akik azt mondják, hogy Atyám, szeretném, hogyha nem csak én, hanem mindazok, akiket rám bíztál, azokkal együtt lehetnék a te szent színed előtt. És hogyha lebontjuk így, akkor vágyhatjuk azt, hogy Isten majd az utolsó napon azt mondja nekünk, jól van, jó és hű szolgám. És azon gondolkoztam, hogyha ezt szeretném hallani az utolsó napon, akkor egyértelmű az, hogy nem mindegy, hogyan élek. Nem mindegy az, hogy mit mondok, vagy hogyan járok el bizonyos tettekben. Hisz az utolsó napon nem mondhatom azt, hogy Atyám, tudom, hogy te megparancsoltad azt, hogy szeressek mindenkit, de van egy testvér, akit nem szerettem, és kérlek, azt most nézd el. Vagy nem mondhatom azt, hogy tudom azt, hogy te okkal helyeztél egy közösségbe, viszont hát úgy gondoltam, hogy talán más kéne bizonyságot tegyen. És a kérdés, ami foglalkoztatott, az, hogy milyen lesz az, amikor majd Isten szín előtt fogunk állni? Vagy hogyan lesz az? És van egy ige rész, amit pedig szeretnék olvasni a Jelenések könyvéből, ami számomra sokat mondó volt az utóbbi időben. Ez a Jelenések könyve a harmadik részében található, ahol azt mondja az ige. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet teljesen az én Istenem előtt. Elég durva, igen, mondhatom így, de nem változtat a lényegen. És a lényeg az, hogy egyszer mindenki meg kell megállni Isten szín előtt. És nem mindegy az, hogy mit fogunk hallani akkor azon napon. Talán az, hogy nem is ismertelek titeket. Vagy pedig lenne azt, hogy jól van, jó és visszolgál. Az ének, amit szeretnék énekelni, az ugyanezt a kérdést taglalja, hogy vajon milyen lesz az az utolsó nap, amikor Isten szín előtt fogok megállni. Viszont a kérdésre nem ad választ. Hisz Isten válasza a mi döntésünktől függ. Döntünk-e mellette, elfogadjuk Jézust, vagy sem. Kérem a testvéreket, nézzék el a hibákat, amit fogok ejteni. Nem vagyok tökéletes zenész, sem énekes. Viszont a kismérsz éneket az csatlakozhat. Előtted, vagy csak álmodom arra,
szerettem volna lenni, mert úgy voltam vele, hogy akkor én majd kézbe veszem a városnak az ügyét, és én majd megoldom a polgárok gondjait. És ez a nagy akaratosság sajnos rávetül a hívő életemre is, mert úgy vagyok vele, hogy ismerem én pár gyengeségemet, de nem baj, mert én majd kezembe veszem, és pontosan tudom, hogy milyen helyzetekben nyilvánulok meg, hogy ezek a gyengeségek milyen helyzetekben nyilvánulnak meg, és nem baj, mert én tudatosan fogok erre figyelni, és ezek a gyengeségek majd nem is tudom, megedződök, és akkor majd átjönnek az életemből. És olvasok egy könyvet, aminek elkezdtem egy fejezetét, és pont az első mondatok között volt az, hogy Isten nem az erőseket választja ki, hanem a gyengéket. És én nem szeretek gyengének tűnni. És nagyon nehéz azt megharcolnom, hogy engedjem, hogy Isten a gyengeségemet felhasználja. Mert a könyv azt írja, hogy Isten a gyengeségek által dicsőül meg, és rá kellett jönnöm arra, hogy sokszor saját magam vagyok az akadálya annak, hogy Isten megdicsőjön az én életemben. Ezért én kívánom a testvéreknek azt, hogy engedjük, hogy Isten a gyengeségeink által megdicsőjön. Amen. Király.
és a király törvényével szemben indul Eszter királynő. De Isten kegyelmét kérve is megáll. Megáll a belső udvarban, és tudta, hogy ha nincs kegyelemmel fogadva, akkor halál. Hivatalon nincs mit keresni, és a három élők a testőrség rögtön viszi, és halál lesz. Arról olvasunk, hogy a három napig bőjt után ott van egy csoport, az ő leányai, pontosabban szolgáló leányai, ott van Márkokeus a kapuban, és mi nem tudjuk, hogy ki négy fele. Imában és bőjtve harcolnak, és két Istenén halvá. Kedves testvéreim, bátorítanak benneteket az összefogásra, és kívül vagy bent, ha legyünk imában és bőjtben, Isten előtt népének életben maradásáért, népének megújulásáért. Másodszorban azt olvasom, hogy kinyújtja a király aranypálcáját. A kegyelemnek a jele, hogy fogadva vagy Eszter királynő, hivatlanul, de fogadva vagy, és kegyelmet kapsz, és élhetsz, sőt, elmondhatod azt, ami a kérdésed a királynak. Kegyelem a jó indulat életet jelentett. De manapság is igaz, ha valaki szeretne valamit elrendezni, akár hivatalban, akár másütt, egy kis jó indulat fele megoldást jelent. Ha jó indulatot tapasztalunk, akkor található megoldás. És Isten kegyelmet adott ennek a királynak a szívében, jó indulatot, és azt olvasom, hogy fogadta Eszter királynő, sőt, kétszer egymás után elmegy majd hozzá lakomára, mind a kétszer azzal a Hámánnal együtt, aki már kiküldett a leveleket, hogy minden zsidó legyen elpusztítva. És addig, amíg a futárok vitték és hirdették a 127 tartományban, hogy Adár hónapnak azon a bizonyos napján minden zsidó, gyermek és asszony és férfi, fiatal és idős megölhetessék, addig Isten kegyelme rendkívüli módon elkezd munkálkodni. Elkezd munkálkodni a bőt és ima folytán, Isten szeretete megnyilvánul, és megindul a király szíve, és fogadja az ő feleségét, fogadja Esztert, és kész meg. Kétszer olvasok azt, hogy mit szeretnél. A fele királyságot is odaadom. Hát, nem tudom, ha sokszor elhangzott ez Szerszész meg a hasonlítsak a szájából. Nem tudom, mennyire meggondoltam, mondta ezt el. Nem érlik ilyen beszélj előlegezve. De sokat jelent ez. Isten milyen jó indulatot adod ennek az embernek a szívében. De nekünk új szövetségi embereknek szeretnék szólni arról, hogy Isten kinyújtotta az ő kegyelmi jogját. Nekem és neked. Krisztuson keresztül. A bűneim bocsánatát és a bűneim bocsánatát veszem és élvezhetem, és hitben beválhatok Isten gyermekeként, azért, mert Isten kegyelmet nyújtott. Nem érdemeltem, és nem érdemeltem meg. De nem volt elég egy aranypálca, egy karnyújtás, hanem Krisztusnak a vérére volt szükség, amit ma délelőtt ünnepeltünk, amire megemlékeztünk, szövetségünket megújítottuk, és arról olvasunk, hogy Isten kegyelme az, amely őriz bennünket az üdvösségre.
így fordul hozzám és hozzád az Úr, a mi Atyám. Azt is látom ebben az odafordulásban, hogy halva Eszter király. Röviden elmondja, hogy lakomára hívja a király. Az első lakomán ismét elmondja, hogy majd holnap hívlak még egyszer Hámánnal együtt, és akkor majd el fogom mondani kérésemet. Most csak ez a kérdésem, hogy holnap gyere el még egyszer. És szól az Isten egyszer, hogy kétszer mondja a Biblia nekik. És mindenkinek adatik lehetőség, kegyelmi lehetőség. És meg lehet ezt ragadni, és meg lehet ezt fogni, és lehet élni vele, de lehet vele játszani. Sőt, félre lehet értelmezni. Figyeljétek meg a Hámán esetét, amíg beszélünk imáról és bőjtről, amíg beszélünk kiállásról, amíg beszélünk arról, hogy Eszter és Márdukos a kapuban, és az Eszter szolgálányai, szolgálónői imádkoznak, és még lehet, hogy mások is, addig olvasunk arról is, hogy Hámán nem tud örülni annak, hogy ő meg van hívva. Miért? Mert meglátta Márdukeust, hogy az nem áll fel. Hogy az nem hódol előtte. Megtelik haragba, nem tudja. Mi ez? Mi ez, hogy nekem mindig gazdagságom van, de az nem ér semmit? És figyeljétek meg a gonosznak a terjedését, és mit jelent az, amikor valaki nem Isten lelkének a befolyása alatt van, hanem gonosz tanácsadó. És gonosz léleknek a tanácsa alatt, mert azt olvasok, hogy felesége Zéres, és az ő barátai azt tanácsolták, csinálják azt próbált. Intézd el volna. Kérd a királytól azt, hogy Márdukeus legyen felakasztva. Hatalmas akasztófát készítette. Hát nem tudom, miért kellett akkor át, nem hiszem, hogy Márdukeus több volt 2 méter. Biztos nem volt. Mire kellett akkor át készíteni? De rögtön megcsináltatta. És szeretnék ahhoz mondani, hogy a 6. rész, a következő rész arról szól, hogy azon az éjszakán Isten rendkívüli módon munkálkodik. Munkálkodik a gonosz. Épül az akasztófa. De munkálkodik Isten rendkívüli módon. Munkálkodik a királynak az életében, álmatlanságot hoz. Felolvastat, és meg fogjuk látni, hogy mi történik. És viszi elő Isten az ő szabadító tervét. Mert nem alszik, és nem szúnyad az Izraelnek őrizője. És hirdetem a hűséges Istennek hatalmát és erejét, bárhogy munkálkodik a sátán, bárhogy tör előre, bárhogy építkezik, bárhogy készíti pusztító műveit, mert jóra nem számíthatunk tőle, de Isten hatalma és ereje készíti a szabadítást. És kedves testvér és testvérnő, fiatal és idős, ne felejtsd el, nem nagyobb, hogy van tovább? A szükség, mint a segítő. Sőt, Isten a próbával együtt a kimenekedést is megadja az övéi számára. És bármilyen próbában lennél, ne felejtsd el, hogy Isten már a kimenekedést is megadta. És legyek kész, és légy kész követni őt. És várni az ő szabadítását. Márdukeus nem tudta, hogy az neki készül. És mi sem tudjuk azt, hogy az ördög milyen kísértéssel készül, holnap, holnap után, és sorolhatnám tovább. Mert ő az ajtlevő beszélkedik is reál, és reálból vágyulása. De Isten tudta. És az ő hatalmas karját már kinyújtotta. És hogy a szél hajtja a vizet, mondja az ige, úgy hajtott ennek a királynak a gondolatait, az északi állatlanságát, a történetek könyvének olvasását, és a szabadítást, úgy Márdukeusnak, mint Eszternek és a zsidó népnek.
Végül hadd szóljak arról is, hogy a hűséges Isten, azt olvassuk, elnézi azt, hogy a végtelenség úgy néz ki, hogy a gonosz győz. Úgy néz ki, hogy Hámán az ő tervét megteheti. És a Istenünk soha nem olyan gyenge, nem az erőtelen, hogy ne tudná visszafolytani a dolgokat. Figyelem a 7-es, 8-os fiúkat az iskolában, szünetekkor, amikor kikerüljük, főleg nagy szünetre, mondják, hogy talán már csak 5 perc múlva megyünk, most várjon meg, mert szkánderben helyezem, el kell dönteni ki az erős, ki az osztálynak az erős. És csak a nagyon erősek képesek arról, miután már 45 foknál, vagy annál mélyebben is van a kezük, hogy még visszahozzák. Aki már ilyet csinált, azt tudja. De van már egy olyan pont, ahonnan szinte lehetetlen visszajönni. Nagyon ritkán sikerül. Szeretném elmondani, hogy Istennél soha nincs lehetetlen. És olyan csodálatos, amikor a három zsidó ifjú ezt elmondja, hogy te, akkor Isten azt is megmutatja nekik, hogy még a füst sem járta át a ruháinkat. Aki már egyszer, akár csak a szabadban is rakott tüzet, és talán hazament, az otthon érezte, miután zárt helyre került, hogy mit jelent a füstnek a szava. De őket még az sem járt át, pedig azok is elpusztultak, akik csak közel vettem a kemencéhez. Mert a mi Istenünk hatalmas. És milyen Isten hívott van. Hogyan látod te az Atyát, a Fiút? És hogyan magasztalod az Urat? Hogy ha lehetséges, ha, vagy úgy, mint aki Uramnak Ura, királyoknak királya, örökkévaló Úr, mindenható, El Shaddai, Elohim, Yahweh, a vagyok. És szeretném, hogyha bennem és benned mindig világos lenne. Igen, a gonosz rendkívüli módon támad, de az én Istenem, az én hatalmas Uram, ő az, aki cselekszik. És hadd legyünk olyanok, mint Mózes, aki nem félt a király haragjától, mert erős szívű volt, és Istenre tekintett. Istenben bízott. Ha Isten azt mondta, hogy irány neki a veres tengernek, ezzel a több százezer, vagy több millió emberrel, akkor neki irány. És száraz lábon keltek át. Ha utána azt mondta, hogy irány neki a pusztának, akkor neki a pusztának. Az Úrra. És a győzelem, ami Úrunk nevében van, az ő hűségében, az ő hatalmában, az ő erejében, és az ő kegyelmében, amely megmutatkozik Jézus Krisztusban irányunkban. De azt is szeretném megkérdezni, a baráti köröd, a tanácsadóid, a beszélgető partnereid, milyen hatással van rám és rád? Zéres nem jó irányba vitt el Hámán, de könnyű volt ő abban az irányba, hogy elmenjen, mert benne is benne volt a gonoszság, és ez a rossz indulat. De kérni is az, hogy kinek és minek adok helyet az életemben. Azt olvassuk, hogy Isten rendkívüli módon rátekintett az ő szolgáira. Az ő imádságukra, bőtölésükre, és amíg sokan csak remektek és féltek a tartományokban a zsidók közül, mikor kihirdették, hogy nem sokára jön majd adárólatnak az a napja, amikor felállítatik a nagy mészárszét, és ki lesznek írtva,
Azért volt egy csoport, aki bőgölt, aki imádkozott, aki felemelt az Isten nevét, aki odaállt, és Isten megmutatta az ő hatalmát és az ő erejét, és elterjedt. A kegyelem és a szabadság elterjedt mind a 127 tartományban. Az előbb azt kérdeztem, hogy milyen barátaid vannak. Most azt kérdezem, hogy Isten népe között remegünk, meghunyászkodó, nézőközönség vagyunk, vagy imaharcos. Bőtölő, szolgálattevő ember, aki odaáll a törésre. És figyeljétek meg, ahogy a vadbúdak várták egymást, mert nem sokáig lehet bírni a levegőnek a hatását, úgy, ahogy ott volt egy ideig az élet Márdokeus, és tovább sok maradt háttérben, most ott van Eszter, és mind egy irányban, Isten akarata, Isten terve szerint mondják el és teszik szolgálatokat. Ott vagy Istennek az aktív, harcoló, szolgáló népe között. Imában és bőjben. Holnap már sokan elmondhatják a népszavazattal kapcsolatosan is, ó, ha tudtam volna, én is elmentem volna. Ma. És most ebben a földi létben, ami rajta már, tegyem és tedd meg. A folyóvízben igaz, hogy mindegyszer ugyanabban a vízben nem lépünk bele, mert az már tovább foly. És az életem folyásában is igaz, hogy még egyszer ugyanazt a napot, ugyanazt a helyzetet nem élem át. Isten kegyelméből legyek és légy az, aki felemelem az ő nevét. És alázatosan elmondom, Uram, porszem vagyok. Semmit jelentek. De az én nullám, ha te nagy egyetlen egy fiad után, az egyes után, Krisztus után áll, a sok nulla hatalmas számot ad ki majd. Uram, téged magasztallak, és a te szabadításodban bízok. És szeretném a testvéreknek a szívére írni azt, amit 296. számú életünk mond, hűségem végtelen. Atyám, nagy Isten, és lehet, hogy gondolsz szüleidre, testvéreidre, lehet, hogy gondolsz meg nem tért csokodaidra, évfolyamtársaidra, szomszédaidra, gyermekeidre, hűségem végtelen. Atyám, nagy Isten, lehet, hogy folynak olyan dolgok, amelyek nem látszanak megoldanak már napok, hetek vagy évek óta. Hadd emeljük fel a Jézus nevét. Hűségem, Atyám, végtelen. Újból és újból. És ha már rég nem találkoztál másokért közben járva, vagy lehet, hogy nem bőtöltél. Biztos, hogy nincsen kölyök közöttünk, aki olyan rég nem szolgált ezen az egy Isten tiszteleten, mint az az öreg harmónium, amit felhoztam a fiúkba reggel. Én nem emlékszem, nem tudom, valaki emlékszik, mikor szólt az utoljára itt a gyülekezeti alkalmat. De milyen csodálatos az, hogy megszólalhat. Valami testvéreink reggel olvastak, kész vagyok megtisztítani szívemet, és azt mondja, hogy Uram, a jelenlegi helyzetben akarok neked szolgálni. Úgy, ahogy vagyok, a magam gyengeségével, de a te nagyságodat hirdetve, hittel,
és rád tekintve kész vagyok neked szolgálni. Szeretettel megkérlek, ahogy hiszem, hogy nem csak Áron testvére, ő is azt, te is az meg. Szólalta fel azt a harmóniumot, és a 296. számú énekeket énekeljük el vele, hűséget a végtelen. Utána majd imádkozni fogunk, és járuljuk az Úr elé. Emeljük fel az ő nevét, és abban a helyzetben, amiben vagyunk, kiáltsuk ő hozzá, és megtapasztaljuk az ő kegyelmét, az ő hatalmát, az ő erejét. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Csodálatos, dicsőséges a kulunk. Áldjuk hát.